Festés, vakolás és hamarosan kívül-belül teljesen megújulnak a várajai táborházai. A fejlesztés ezen szakasza lassan a végéhez közeledik. Köllő Roland a várajai ifjúsági tábort és a várajai bakancsos házakat üzemeltető Bonyhádi Sportcentrum igazgatója azt mondja, az 1977-ben épült házak felújítása nagyon időszerű volt. 3 éve tart a felújítás. 2018-ban közel 332 millió forintot költöttek a korszerűsítésre. Akkor 3 bakancsos házat alakított ki az önkormányzat, teljesen felújította az ebédlőt, a foglalkoztató épületet, közvilágítással láttuk el az egész tábor területét, illetve be lett kerítve. Ugyan továbbá járdákat, utakat építettünk, játszóteret és akadálypályát. 2020-ban 6 ifjúsági szálláshelyet újítottak fel, de itt nem álltak meg. A fejlesztést idén is folytatták. Ugye tavaly 6-ot, az idén 3-at, az összesen 90 férőhely az, ami itt most megújult. Reméljük, hogy a következő évben ismét tudunk még egy kicsit fejleszteni. Van még vissza egy minimális felújítani való része ennek a tábornak. De hogyha ez megvalósul jövőre, akkor el lehet mondani, hogy gyakorlatilag 3-4 éven belül teljesen megújult az ifjúsági táborunk. Tavaly is a 6 felújított háznak a projektén belül, ugye az idén is ez a 3 gyakorlatilag ugyanarra kaptafára lett ráhúzva a fejlesztés. Kívül is belül teljesen megújulnak ezek az épületek. 78-ban épült, úgyhogy ráfért a felújítás. Ez benne új villamos hálózat, kívül megújul a homlokzat, a tetőcsere már kész van, és a belső berendezési tárgyak is megújulnak, és ami nagyon nagy újdonság az eddigiekhez képest, hogy nem csak nyáron fogják tudni a vendégeink használni ezeket a szálláshelyeket, hanem télen is, köszönhetően annak, hogy fűteni is lehet ezeket a házakat. Ugye mi úgy készülünk erre a tábori szezonra is, ahogy a tavalyira, illetve a tavaly előttire is. Nagyon sok foglalásunk van. Az, hogy a járványhelyzet majd ebből mit tud realizálni, azt majd meglátjuk, de tényleg jól néz ki most az előjegyzési naplónk. És a sportcentrumhoz tartozik, ugye ezt mindenki tudja szerintem már, hiszen egy jól menő intézményről beszélünk. A sportcsarnok, illetve kültéri labdarúgópályák is hozzánk tartoznak. A kormány döntése értelmében valószínűleg jövő héten visszafogadhatjuk az amatőr sportolókat is. Eddig csak a versenyszerű, illetve a versenyigazolással rendelkező sportolók látogathatták a létesítményeinket. Ha elérjük a 4 millió beoltott embert, minden védettségi igazolvánnyal rendelkező újra sportolhat a Bonyhádi Sportcentrumhoz tartozó létesítményekben.